Szerencsi Éva, a babarcú édes naíva, akinek az Abigail egyszerre volt mámor és a végzetének első lépcsőfoka. Kislányként Budán a főutcában nőtt fel, volt kutyája és aranyhörcsöge, és a királyfürdő melletti grundon játszott a többi gyerekkel. Kezdő színésznőként az újságok azt írták, a mosolya olyan, mint a májusi cseresznye, aztán a rendező Várkonyi Zoltán hamar leforrázta. Maga egy szerencsétlen alkat. Várkonyi már ekkor sejtette, a rendezők bezárják Szerencsit a naíva kalitkájába. Egy Fiat 500-assal járt, rendszeresen kiment a pesti lóversenyre, motorcsónakozott és vízisielt. Imádott olvasni, falta Örkény István és József Attila sorait. Aztán hozzájutott egy kőbányai panellakáshoz. Ott élt Szakácsi Sándorral, ám a szerelmüket széttépték a viharok. Később megismerkedett egy orvossal, megszületett a kisfia, de ez a kapcsolat is felbomlott. Szerencsi Évát ekkor már depresszió gyötörte, vergődött a kalitkában. Szerepeket nem kapott, a kisfiát egyedül nevelte, és mikor azt nyilatkozta, benzinre sincs pénze, a legtöbben elfordították a fejüket. Kínoszta a mellőzöttség. Az Abigail ismétlése után egy kritikus képes volt leírni, az évek alatt Szerencsi szépsége és fájdalma is elmélyült. Szomorúan mesélte, hogy egy üzletben az eladó nem Szerencsit, a színésznőt ismerte fel, hanem Samantha magyar hangját a Dallasból. Aztán a sors elhozta neki Andrást, ő lett a társa, de már későn. Szerencsi Éva csupán 52 éves volt, mikor a testét felemésztette a gyilkoskor. A temetésén ott volt Szabó Magda, az Abigail írója is, aki ezt mondta lehajtott fejjel. Egy papot hiányoltam, hogy szóljon néhány jó szót ezért a szegény zaklatott lélekért, aki Ginával ért a csúcsra, de sikerét nem tudta megismételni, mert soha többé nem kapott ilyen lehetőséget. És ez bűn, a közömbösök nagy bűne. Nyugodj békében, Szerencsi Éva.